A Prosperitáti Alapítvány ünnepélyes keretek között kötött szerződés csütörtökön a mezőgazdasági pályázatok nyerteseivel Óbecsén, később pedig átadták a Prosperitáti Alapítvány támogatott fejlesztéseit a magyar kormány jóvoltából. Hogy milyen fejlesztéseket tesznek lehetővé a támogatások, erről is kérdezem vendégünket, Nagy Zitát, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetőjét. Jó napot kívánok, köszöntöm a műsorban. Jó napot kívánok a kedves nézőknek. Több fejlesztés is megvalósult. Tegnap átadta Kóbecsén egy hotelt, és Adán egy bútorgyár is bővült. Miért fontosak ezek a beruházások, és hát mekkora értékű beruházásokról beszélgetünk? Mindkét beruházás nagy léptékű projektként valósult meg a Prosperitáti Alapítvány keretein belül, a turisztikai szektorban és a gazdasági szektorban. Tehát fontosnak véljük a turisztikai szektor fejlesztését. Tehát a 2018-ban a Prosperitáti Alapítvány megbízásából elkészült a vajdasági turisztikai stratégia, és ennek mentén folyamatosan íródtak ki turisztikai pályázatok. Itt a nagyléptékű turisztikai pályázatok keretein belül nyertes projekt az Experience Lux Hotel Óbecsén, és ez a projekt került átadásra a tegnapi napon. Valamint az Antares Stolice Kft., ez egy adai beruházás, szintén nagy léptékű beruházásról beszélünk, itt ipari beruházásról volt szó. Mind a kettő nagyon fontos projekt, és úgymond hiányként élték meg a piacon. Az Antares Stolice ugye, mint a nevéből is adódó székeket gyártanak, és más egyéb ülő garnitúrákat, irodai bútorokat készítenek az újabb fejlesztések kapcsán. Mekkora értékű beruházásokról beszélünk? Az óbecsei hotel esetében egy 300 millió dináros összberuházásról beszélünk, melyből 120,5 millió dinár megítélt támogatás van az alapítvány részéről, valamint az Antares Stolice Kft. Irányába közel 30 millió dinár megítélt támogatásról és 74 millió össztámogatásról beszélünk. Ha ezekről a beruházásokról beszélünk, akkor nyilván a vállalkozók érdeke egyértelmű, de teremtődnek itt új munkahelyek, tehát a vajdasági magyarság szempontjából miért fontosak ezek a beruházások? Mindenképpen fontosak ezek a beruházások, nem csak gazdasági vagy turisztikai szempontból. Tehát úgymond ezek a megítélt támogatások ugye itt generálnak munkahelyet, itt fizetik a munkáltatók az adót a munkásuk, dolgozójuk után. Tehát ez nagyon fontos, hogy a foglalkoztatást is hozza magával a maga a projekt megvalósulása. A hotel esetében 20 új munkahelyről tudunk beszélni, míg az Antares Stolice Kft. Ugyan a projekt kapcsán 40 új munkahelyet vállalt, a megnyitását vállalta, de ezt a számot ők meghaladták már. Beszéljünk egy kicsit a mezőgazdasági fejlesztésekről is. Hány termelővel írtak alá most szerződéseket Óbecsén? Ugye ez volt a tegnapi nap másik része. Igen, a tegnapi nap ezzel indult Óbecsén, tehát összesen 695 pályázóval, mezőgazdásszal írta alá az alapítvány a támogatási szerződéseket. Tehát ezek a pályázatok 2023. novemberében kerültek kiírásra. Az elbírálásuk két részletben zajlik, tehát ugyan elbírálásra került a teljes 1979 darab pályázat, ebből 695-en támogatásban részesültek, még 656-an forrás függvényében részesültek támogatásban. Ez mit jelent, hogy forrás függvényében? Forrás függvényében támogatottak, az azt jelenti, hogy maga a projekt jó, az értékelőink pozitívan bírálták el, viszont nincs rendelkezésre álló keret, ezen dolgozik az alapítvány a magyar kormánnyal karöltve, tehát hogy forrást tudjunk biztosítani ezekre a projektekre. Ez azt jelenti, hogy ha jövőben lesz erre forrás, akkor ők már igazából nyertesek. Így igaz. Milyen jellegű a mostani támogatás? Mezőgazdasági, de mégis milyen eszközbeszerzés, fölvásárlás? Tehát itt mezőgazdasági kisösszegű pályázatokról beszélhetünk, tehát igazából a kisebb termelők, kisebb gazdaságok, családi gazdaságok támogatására került itt a hangsúly. Itt több témakörben tudtak pályázni, többek között az állattenyésztés volt az, ami az egyik legnépszerűbb volt, ugye itt az állattenyésztéshez szükséges eszközöket tudtak vásárolni, vagy esetleg tenyészállatokat. Volt ugye a hozzáadott érték, amiben tudtak a zöldség és gyümölcs termesztés. Miért fontosak ezek a családi vállalkozások? Nagyon fontos, hogy a családi vállalkozásokat meg tudjuk erősíteni a vajdaság szerte, hiszen a mezőgazdaság jelenti a legnagyobb, úgymond foglalkoztatottságot vajdaság szerte. Tehát fontos az, hogy megerősítsük ezeket a kisgazdaságokat, és tudják fejleszteni az ő beruházásaikat. Akarnak is fejleszteni?
Igen, a projektekből ítélve nagyon szép projekteket láttunk, a fejlesztési igényben nincsen hiány. És mit jelent ez a támogatás a mezőgazdasági vállalkozóknak, gazdáknak? Hát én már most visszatekintve a 8,5 év munkásságára az alapítványnak, tehát többször írtunk már ki mezőgazdasági pályázatokat, kis összegűeket, közepes léptékűeket, nagy összegűeket. Mi minden esetben azt látjuk, hogy a közepes és nagy léptékűek esetében mindenképpen a munkahelyteremtésre helyezték a hangsúlyt, valamint a gépek, a mechanizáció újítása jelenti a mezőgazdászok számára a valódi értéket, hiszen már nagyon sok esetben elavult gépekkel dolgoztak kint a földeken, és ez minden kisebb mezőgazdász esetében is igaz, és a nagyobbakra is ugyanúgy vonatkozik, hogy nagy segítséget jelentett nekik az, hogy a gépeket tudták cserélni, esetlegesen újra építeni őket már, amelyiknél ez ugye lehetséges. Ha jól tudom, akkor ez volt a 7. ilyen pályázati kiírás. Van-e esetleg arról adat, hogy mekkora összegben tudták mostanáig összesen támogatni a termelőket? Tehát összesen 6000 termelő van eddig a rendszerünkben, akik támogatást, tehát kis összegű mezőgazdasági pályázatra pályáztak és nyertek. Tehát igazából itt egy teljes összeget tudok mondani, amit eddig ugye az alapítvány megítélt támogatásként, valamint projekt összköltségként, nem csak a mezőgazdászok irányában, hanem a vállalkozók is a turisztikai szektorban, ugyanúgy, mint a földvásárlás, mint a falusi házak és a kezdővállalkozások irányába. Tehát itt egy összprojekt értékről tudunk beszélni, ami közel 180 milliárd forintot tesz ki, valamint ebből a megítélt támogatás a magyar kormány részéről közel 88,5 milliárd forint. Tegnap ugye aláírták a szerződéseket, arról lehetett tudni valamit, hogy mikor és hogyan indul meg a támogatások kifizetése. A támogatások kifizetése ugye az aláírást követi, valójában kapnak egy értesítő e-mailt az alapítványtól a nyertes pályázók, amiben további dokumentumok beadását kéri az alapítvány a kifizetési kérelemmel együtt, és ez igazából a pályázók ezt már meg tudják tenni. És mennyi az átfutási idő, mire megkapják a támogatás összegét? A kifizetési kérelem beadása, ugyanis annak még egy ellenőrzése, elfogadását követően 30 nap. A közeljövőben esetleg számíthatunk-e valamilyen pályázatra? Igen, a tegnapi napon Magyar Levente miniszterhelyettes úr biztató szavakkal állt a termelőink elé. Ezekkel a biztató szavakkal búcsúzott is, tehát a 2025-ös évre lesznek meglepetések, és várható a kiírások. Na, ez itt elnök, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget.